Vízelvezetés. 700 millió forintból fejlesztették a rendszert Siófok déli város részében. Aktív kikapcsolódás. Sokan keresik fel a balatoni kilátókat. A Farmer Király Siófokon ős bemutatóval készül Kerényi Miklós Gábor a Balaton fővárosában. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Közel 700 millió forintból korszerűsítették a csapadékvíz elvezetést Siófok déli város részén. A beruházás mintegy 2000 embert érint, hiszen nagy esőzésekkor szinte az egész területet elöntötte a víz. A fejlesztéshez a település 500, a kormány pedig 200 millió forinttal járult hozzá. Én 2014-ben egy hatalmas nagy zivatar után láttam, hogy milyen áldatlan állapotok voltak ebben a városrészben, és hát már akkor eldöntöttem egyébként, hogy itt valamit tenni kell, ez így nem maradhat, tehát az nem normális, hogy térdig vagy éppen combig érő vízbe járnak a portájukon az emberek. Tehát ez egy megváltás az itt élőknek. Közel 2,5 kilométeres hozban gyakorlatilag árokrendszer, vízelvezető árokrendszer lett kialakítva, nyilván a technikai kivitelezéshez szükséges átereszekkel együtt. És hát az egésznek a lényege, hogy lejtős rendszerű, tehát az egész vízelvezető rendszer a Siócsatorna irányába lejt, tehát ha csapadék van, akkor nyíl egyenesen a Sióba fog belefolyni a feleslegessé váló víz, illetőleg oda vezeti majd el a belvizet is, ha ez szükségessé válik. Ha csak egyetlen ember is továbbra is a portály előtt lévő árkot szemétlerakónak fogja használni, azzal sok száz ember életét fogja továbbra is megkeseríteni. Tehát nyomatékosan kérem innét is és minden létező csatornán az itt élőket, ha már egyszer ezt a hatalmas pénzt, mert azért itt több mint 700 millió forintról beszélünk összességében, beleöltük ebbe a projektbe, akkor szíveskedjenek megbecsülni azok, akik eddig esetleg nem figyeltek oda arra, hogy tisztán tartsák az árkukat, nehogy Isten még a szemetüket is belehordták. Eredetileg 400 millióra volt tervezve a város által, ennek a felét akkor 200 millió forintot sikerült a kormánytól elnyernünk támogatás formájában egy területfejlesztési pályázat keretein belül. Sajnos a megvalósítás itt az önkormányzat részéről éveken át húzódott, mire egy sikeres közbeszerzést le tudtak folytatni, addigra az árak azt eredményezték, hogy az eredetileg tervezett 400 millió forintnál jóval drágább projekt végösszeg látott napvilágot, de hát így is ez a 200 millió forint, amelyet a kormányzat biztosított ennek a déli városrész számára stratégiai jelentőségű beruházásnak a kivitelezéséhez. Azt gondolom, hogy egy óriási segítség volt a város gazdálkodásának, mert enélkül nem lett volna megvalósítható, ahogy polgármester úr is említette az imént. Én jól emlékszem arra, amikor 2014-ben egy heves zápor, illetve zivatar után, és ez az évek során sokszor ismétlődött, térdig jártunk itt ezeken az utcákban a nagy mennyiségű víz miatt az esőben, a csapadékvízben. Gumicsizmákban nyugtatni próbáltuk a térségben lakókat, hogy mindent el fogunk követni a helyzet orvoslása érdekében. 2016-ban jött el az a pillanat, amikor országgyűlési képviselőként erre a pályázatra felhívtam az önkormányzat képviselőtestületének a figyelmét, és 2017-ben szerencsére a pályázat nyerni is tudott. A támogató döntés megszületését követően pedig hát az önkormányzat feladata volt ennek a megvalósítása. Annak örüljünk, hogy végre mai napon átadhatjuk. Elkészült, a műszaki átadáson is túl vagyunk, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy sikeresen fogja csökkenteni ezekből a klímaváltozásból adódó szélsőséges időjárási körülményekből adódó kihívásoknak a negatív hatásait. Kész a Magyar Hallgazdálkodási Operatív Program Plus, hamarosan elfogadhatják a stratégiát, közölte Nagy István agrárminiszter kérdésekre válaszolva a parlamentben. A tárca mintegy 9,6 milliárd forintot különített el. A programban technológiaváltást célzó beruházásokra, innovatív megoldások bevezetésére, a halastavak természetérték fenntartó szerepének támogatására szerezhetnek forrást a tógazdaságok. Egyre nagyobb arányban nő a fertőzöttek száma, közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília azt mondta, itthon még zömmel az Omikron variáns, BA2-es típusa fertőz, de 4-5%-ban már megjelent a BA4-es, a BA5-ös és az X variáns is, amelyek Európában uralkodóvá váltak. Felhívta a figyelmet arra, hogy ezeknek a fertőző képessége magasabb. Szerinte fontos, hogy aki tüneteket észlel magán, például torokkaparást, tüsszögést, forduljon orvoshoz és ne menjen közösségbe.
A korábbi variánsoknál könnyebben adhatja át másoknak a fertőzést. Népszerűek a balatoni kilátók, nyaranta több ezren látogatják meg a siófoki víztornyot, vagy éppen a balatonboglári gömbkilátót. A szakértők szerint ma már nem csak a strandolás miatt érkeznek vendégek a magyar tengerhez, sokan keresik fel a helyi érdekességeket, látványosságokat is. A balatoni panorámában gyönyörködnek a siófoki víztoronyhoz látogatók. Vannak, akik minden évben visszajárnak ide, de ez a család most először jár a város jelképének számító kilátóban. Nagyon szép a táj. Évente járunk le, úgyhogy nekünk nem ismeretlen a környék. De itt most vagyunk először. A város jelképének számító épület idén ünnepli fennállásának 110. évfordulóját. A víztorony egy többfunkciós épület, amely jelen állapotában nyilván több felújításon és történelmi eseményen átesett. 1912-ben épült, és nyilván elsődleges funkciója a város lakosságának vízellátása volt. Ahogy nőtt a lakosság, nyilván ez nem elégítette ki már a szükségletet, ezért nyilván az építészeknek feladta a feladatot, hogy másban is gondolkodjanak. Folyamatosan a funkcióját elvesztette, hiszen máshonnan oldották meg a városnak a vízellátását, de a városnak továbbra is egy központi jelképévé vált, és ezt felismerte a modern városvezetés is, és a 100. jubileumára méltóképpen felújították a víztornyot, akkor nyerte el a jelenlegi külsejét, amely egyben már egy kilátó torony funkciót is ellát. Panoráma lifttel lehet feljutni az emeleti részekre, ahol kávézás közben élvezhetjük a panorámát, vagy pedig egy külső üvegkorlátos felületről beláthatjuk az egész keleti medencét, a Tihanyi félszigetet, és a városnak is különböző építményeit felismerhetjük a magasból. Ez az egyik legérdekesebb része a víztoronynak, hiszen nagyon lassan, ahogy itt ülünk a székeken, forog körbe-körbe ez a legfelső szint, és igazán érdekes körpanorámát ad a városról, a Balatonról és mindenről, ami szép ezen a helyen. Nem csoda, hogy a turisták körében is az egyik kedvenc. Jó, mert be lehet látni mindent, örülünk neki, hogy ilyen látnivalók is vannak itt Magyarországon. Nem kell több száz kilométert utazzon az ember, hogy egy kicsit kikapcsolódjon. Ez pedig már a Balaton-Boglári gömbkilátó, amelyhez szintén több százezren látogatnak el évente. A különleges esti megvilágítás még érdekesebbé teszi az ide látogatók számára. A panoráma az első szempontunk, a második pedig, amikor a világítást terveztük, ugye az nem csak a tájékozódásra, hanem amikor este a naplemente után még nyitva vagyunk, akkor egy plusz tudjunk adni, ugye a világításon, a városi világításon kívül ezt a gömbkilátót 9-től 11 óráig felszereltük egy ilyen ledes, többféle programmal, fűszerezett világítással, és azt gondoljuk, hogy ezzel még tudunk turistát vonzani hozzánk. A balatoni naplemente miatt is sokan látogatnak el az esti órákban a kilátóhoz. Nagyon tetszik nekünk, mert másodszor vagyunk itt. Így most jöttünk fel először így a sötétedés után. Várjuk mi is a fényeket. Teljesen más ilyenkor a kilátó? Igen, teljesen más. Hát más arcát mutatja az egész Balaton kilátó táj. A megkérdezett családok azonban nem csak a kilátókhoz látogatnak el nyaralásuk idején, hanem felkeresik a környező települések egyéb nevezetességeit is. Új információs honlapot indít a Magyar Turisztikai Ügynökség, az ígyutazunk.hu cikkeket, híreket, tanulmányokat tesz közzé a rendelkezésére álló Big Data állományok alapján. Az oldal látványos vizualizációkon mutatja be a valós idejű be- és kijelentkezéseket, a legnépszerűbb városok iránti belföldi keresletet. A honlap célja, hogy naprakész képet adjon a hazai turizmusról a sajtónak, az önkormányzatoknak és az érdeklődőknek. A tematikus honlapon minden tartalmat térítésmentesen lehet olvasni. Több mint 600 hajó indult el az 54. Kékszallag Raiffeisen nagydíj vitorlás versenyen Balatonfüredről. Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára azt mondta, a leggyorsabb hajók, a végső győzelemre esélyes katamaránok már csütörtök délután vagy este befuthatnak a célba. A Balatonfüred, Kenese, Siófok, Tihany, Keszthely, Balatonfüred 155 kilométeres távot teszik meg. Az érdeklődőket vízparti programok és rendezvények, majd a szombati díjátadó ünnepség utcabál várja. Újabb figyelemfelhívó videót készített a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetsége,
A nyári időszakban ugyanis több agrárjármű közlekedik az utakon az aratási munkák miatt. A kisfilm felhívja a figyelmet, hogyan érdemes a széles járművek környezetében haladni, mit tehetnek a gazdák, hogy megkönnyítsék a többi autós dolgát. A Farmer király Lévi Strauss ihlette musicalt mutatnak be Siófokon, a darabot Kerényi Miklós Gábor rendezte, zenéjét pedig a Kossuth-díjas Jávor Ferenc szerezte, főszerepben Szulák Andrea, Szabó P. Szilveszter, Kerényi Miklós Máté és Kartfi Ajsa látható. Rögtönzött flashmobbal népszerűsítik Siófokon a Lévis Story, a Farmer király című előadást. A fiatal színészek több részletet is előadtak a főtéren. Szerintem ez egy nagyon jó musical lesz, ugye ez egy ősbú bemutató, és nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, mert ezt a musicalt még senki nem dolgozta fel csodával határos módon. Szóval én ezt egy nagyon dinamikus, nagyon pörgős, nagyon, nagyon jó musicalnek tartom, és nagyon örülök, hogy benne lehetek. Nekem is az első ősbemutatóm életemben. Úgy gondolom, hogy szerintem ez egy sikerdarab. A musicalt a Farmer király Lévi Strauss élete és az amerikai kivándorlási hullám ihlette. A történet valahol ott kezdődik, ahol a hegedűs a háztetőn véget ér, és ezen belül Lévi Strauss kalandos életét, karrierjét, a farmer nadrág, a blue jeans születését meséli el. Fontos dolog, mai világban különösen, hogy valaki, aki elindul szerte szana, jelen pillanatban ő ugye egy német kis faluból elindul Amerikába, ott az aranyások közé kerül, ott New York mindenféle vad dolgait meg kell tapasztalnia, és közben érvényesülni kell, érvényesülni, ami ma Magyarországon is és a világban is az egyik legfontosabb dolog. És erről szól ez a musical klezmer zenével, Jávori Fegya nagyszerű zenéjével, mert van ebbe játékos zene, van ebbe sördal, van ebbe igazi sírós dal, és rengeteg nevetés lehetősége. A musical zenei érdekessége, hogy a zeneszerző Jávori Ferenc nem tért el a Budapest klezmerben védjegyévé vált zenei stílustól. A darabban azonban van country, müncheni sördal, valamint orosz-német népzenei alapok is felcsendülnek. Van úgynevezett klezmer zene, ami a zsidó hangszeres népzene, és hát én már írtam egy nagyon sikeres musicalt, a Mennyasszony táncot, amit 12 évig ment az Operettszínházba, és hát most gondoltam, hogy egy nagyon jó téma, és amikor a tanáron engem felhív a telefonon, hogy van ez a feladat, boldogan azt mondta, hogy igen, és hát elhúzódott, 7 évig írtam a zenét, de szerintem megérte. A produkció ősbemutatóját Siófok mellett augusztus 26-án és 27-én Fertőrákoson láthatják a nézők, és októberben érkezik a Veszprémi Petőfi Színház színpadára. Az első lemez dalai mellett a következő albumok nagy slágereit is elhozta Szilvás Szent Mártonba a Bagosi Brothers Company. A Gyergyó-Szent Miklósi együttes nyara koncertekkel teli, folyamatosan úton vannak a fiúk. A zenekar jövőre lesz 10 éves, ezt a jubileumot pedig egy új lemezzel ünnepelni, a dalok ehhez már készülnek. Visszajön a hín egyszer még, az esőtbe elfújja a szín, minden ember hazatér. Régi és új dalaikat sem hagyták ki a koncertből a Bagosi Brothers Company tagjai Szilvás Szent Mártonban, ahol az esős, hűvös idő sem szegte a közönség kedvét. Most szeretjük a bulis dalainkat lejátszani, mert azért akkor érzi magát szerintem a közönség, hogyha tud tombolni. Valamelyest azért jön, de azért nem maradt ki belőle a mélyebb mondanivalós, lassabb dalok, szembehúnyós, léleksimogatós nóták sem, mert valahogy szerintem ilyen hullámvölgyre kell felépíteni, hogy miután elfáradnak pár dal után tudjanak megpihenni a lelkükkel együtt, aztán meg jöhet újra a rock and roll. A Falu Fesztiválra, ahogy mondták, a nyár legerősebb repertoárját hozták el a fiúk. Az idei repertoár, úgy gondolom, egészen nagy szerepet kapnak az első lemezünknek a dalai, amiket jó szívvel játszunk, hiszen jó részüket már egy ideje nem játszottuk, és most kicsit így felfrissítjük önmagunkat is, meg a dalokat is. Esetleg olyan része is lehet a közönség, aki nem ismeri esetleg az első lemeznek a dalait, és akkor itt a jó alkalom arra. Gyergyó-Szent Miklósról indult hódító útjára a Bagosi Brothers Company, amely először még csak Erdélyben vált ismerté, de hamar népszerű lett Magyarországon is. Nem csak zenélnek a fiúk, hanem a társadalmi szerepvállalás részeként a környezetvédelem
védelemért is tesznek. Néhány éve immár hagyományosan fákat ültetnek, először Erdélyben tették, idén pedig már az anyaországban is. Itt Magyarországon is egy nagyobb szabású, volumenű dolgot csináltunk a Pilisi parkerdőben, és szeretnénk folytatni ezt, és teljesen ilyen elindítani egy egész olyan fajta életérzés, tevékenységet és belülről jövő szellemiséget, ami azt táplálja, hogy minél több ilyen cselekedetet tudjunk véghez vinni, minél több embere. A nyár folyamatos koncertezéssel telik a zenekarnak, ilyenkor nagyrészt Budapestről utaznak a fellépések helyszíneire, de az sem ritka, hogy a Balatonnál pihennek a fiúk, akik dalt is írtak a tóról. Így idén a Bagosi Brothers Company jegyzi az év Balaton dalát. A zenekar jövőre lesz 10 éves, ezt pedig egy új, immár az 5. lemezzel ünnepelnék meg a tagok. Vízelvezetés. 700 millió forintból fejlesztették a rendszert Siófok déli város részében. Aktív kikapcsolódás, sokan keresik fel a balatoni kilátókat. A Farmer Király Siófokon ős bemutatóval készül Kerényi Miklós Gábor a Balaton fővárosában. A megyével kapcsolatos friss videókat a Somogy TV Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján nézhetik meg. Holnap is kánikulára számíthatunk, mindjárt jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Én szép estét kívánok, viszontlátásra!